Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 14. csevejét veszük föl éppen, ez múlkor az Icsi Mihály beszélgetésben a podcastet elhagytuk, és mától csevej, bár a csevejben van egy kis dehonestáló jelző, hogy kicsit felszínes, de mindenképpen valahogy úgy fogunk beszélni a könyvtári munkafolyamatokról, hogy, hogy bárki megértse, akár én is. Mostani vendégem Lényi Mátyás Attila, ő a digitális megőrzési osztály vezetője, és Sirila Tamás, ő pedig az informatikai, üzemeltetési és szolgáltatási főosztályt vezeti. Milyen vezetni két ilyen területet? Tamás, akkor átadnám a szót lévén, hogy te régebben. régebben. Köszöntöm Nézd. a kedves hallgatókat. Hát ez összetett kérdés, mert nagyon, nagyon sokrétű a háznak az informatikai át, átszövés, hogy, át, az infantik az egész házat, meg a működését. Hát én több területre bontanám fel, vannak a szerveres részek, amit viszünk, ugye, amit ugye a kollégák annyira nem látnak, maximum megosztások formájában, meg onnan futnak a weboldalaink például, illetve vannak ugye a munkálmás üzemeltető kollégák, akik gyakrabban látnak a kollégák, akik járják a házat, a PC-ket megcsinálják, a nyomtatót rendbe teszik, illetve még talán még ide venném egy külön kategóriába hálózatos kollégákat, akik a az egész épület érhálózatát tartják karban, és, és megcsinálják különböző protokollokat, beállításokat, hogy ki mit láthasson, mihez férhessen hozzá szinten, illetve még ide tartozik a vezetékes telefonok is, amit azért elég gyakran használnak még a házba. Most ugye IP-telefont használunk, nem ilyen régi analóg megoldásokat, de, de szükség hogy van ezekre a készülékekre is, és használják is a házban. Ezeket a területekért felünk elsősorban, meg ugye a külsős partnerekkel tartjuk a kapcsolatot például, különböző szolgáltatókkal, mint a Microsoft például, akitől levelezésünk van, meg a OneDrive tárhelyeink tűzfalat és egy külső cég biztosítja nekünk ennek a működtetését, segítenek benne, tehát tényleg szerte ágazó munkánk, és minden területen ott kell, hogy legyünk, és helyt kell, hogy álljunk. És kapcsolatban vagy ugye a Mátyásség osztályával is, hiszen itt a digitális megőrzésről fogunk most beszélni, hogyha 60 más lennénk, amikor a költözött ide a, a, a Budai várba, akkor voltak a könyvek, folyóiratok, újságok, különböző képek. Ennek meg kellett határozni, hogy milyen polcrendszerük legyen, hogy lehessen ezeket tárolni. Viszont a digitális megőrzésben ez egy teljesen új dolog, egy új, új az osztály is maga. Itt különféle digitális dokumentumokat kell megőrizni. Ez a folyamat, ez, ez mivel kezdődik, ez a digitális megőrzés, mint olyan? Hát, igen, ezt köszönöm is, hogy mondtad, mert ez nekem, nekem mint tapasztalatom ezzel a területtel az, hogy gyakorlatilag 22 végén alakult, és maga a digitális megőrzés is. Abba az értelemben, hogy rendszer szinten gondolkodunk róla, és szétválasztjuk a digitális adatoknak a, a hardveres hordozó felüli biztosítását és a metadatot felüli biztosítását. Ez mindössze egy 20 éves megközelítés. Visszatérve a példádra, hogy a, a 60-es években mondjuk ez hogyan nézett ki, és valóban ez egy, ez egy, nagy kihívás előttünk. Ugye vannak, vannak erre már módszereink, de ez a terület nagyon gyorsan fejlődik a digitális megőrzés. Mind a hardveres része, ugye ahogy exponenciálisan növeke, növekszik az adatmennyiség, mint pedig ö, maga az a tárolt tartalmaknak a, a fenntartáson megértése és kezelésének a, a metódusa is ö, nagyon gyorsan változó terület. Tehát megint visszacsatolok. Annak idején meg voltak a könyvek, és meg voltak a katalógus polcok, amivel a katalógus célulákat tároltuk. Tehát van a szolgáltatás része, és van a kereshetőség része, hogy hogyan tudják ezt megkeresni, ezeket a dokumentumokat. Itt hardverileg, itt, itt, mire lehet felkészülni? Tehát mi az a adat tároló, hordozó, amivel, amire készül az a informatikai főosztály, hogy ennek meg legyen a talaja? Hát nyilván elsősorban hatalmas tárlókapacitást kell kiépítenünk, ami olyan most is, most is petabájtos nagyságrendű. Ugye jó, ez egy, egy nagyság, nagyobb nagyságrend, amit az átlag felhasználók szoktak használni a terabájtnál. Lemezes tárlókat használunk elsősorban most jelenleg, ezek ilyen jó egyensúlyt biztosítanak a tárlókapacitás és a teljesítmény terén. Lehetne ennél egy gyorsabb is, de azok jelenleg a, ezek az SSD-k, amit esetleg a hallgatók is ismernek, amit az otthoni gépükből, laptopjukból szoktak tenni. Ezek jó a gyorsabb tárlók, viszont kisebb kapacitásúak és jó a drágábbak. Tehát egyáltalán a könyvtári szinten, most a lemezes tárlás mellett tettük le a voksunkat, ebből pedig most hát mindig azt szoktuk hogy végtelen kapacitásra van szükség, ahogy növekedik az állomány, igazából sor veszük a diszkeket, illetve a diszkrendszereket, meg az eszkiszolgáló szervereket. Tehát most egy ilyen infrastruktúrában valósul meg a dolog, és később ezt nyilván ki fogjuk találni, hogy, hogy milyen irányba mozduljunk el nem tudom, esetleg most beszéljek a szalagos tárlásról, hogy azt például mi elvetettük. Mi ez az? miért? A, szalagos tárlás egy nagyon, nagyon, jó megoldás, de annak is megvan a maga terület, hogy hol, hol jó mentésre szokták, ezt használni általában a világban, ez a bevált standard, viszont onnan nagyon lassú helyreállítás, akkor adatmennyiséggel, amivel mi dolgozunk, egy ilyen katasztrófa ez a, testi, a jelenlegi állományt, azt három hónapig tartana visszatölteni, és addig ugye nem az igazából semmit csinálni. Tehát igazából mi a sebessége miatt vetettük el a szalagos tárlást. Egyébként egy nagyon jó megoldás mert a szalag, az amiről tudjuk, hogy már száz éve biztosan működik visszavasható, viszont nagyon érzékeny is a szalag, tehát milyen hőmérséklet, milyen pára van tárolva, érik-e mechanikai behatások, illetve nagyon fontos a szalagot legalább évente egyszer át kell forgatni, mert van egy ilyen úgynevezett átmágneseződés, és a szalag saját magát technológia adódóan, hogy fel van sűrűn csévélve, és ez ugye sérülhet az adat. Nem lehet esetleg visszolvasni, vagy, vagy csak hibásan lehet visszolvasni. Szóval nagyon macerás ennek a tárolása, mozgatása, visszolvasása, úgyhogy ezt mi ezért, ezért vetettük el, mert ö, nekünk a micsejeknek ez nem megfelelő, mi a, egyre úgy néz ki a diszkes megoldás. Igen, a könyveknél is azt tudjuk, hogy állandóságra van szükség a tároláshoz állandó hőmérséklet, állandó páratartalom. Itt a digitális dokumentumban van egy mondjuk egy szerver szoba, amiről azt tudjuk, hogy barom hideg van ott bent, ennyi elég, vagy van -e valami más fontos? Hát a páratartalom itt is nagyon számít, ugye? Ez az állandóság, hogy mondtad, és az, az fontos, hogy télen-nyáron azt a, ez a nagyon hideg, az a mi esetünkben ilyen 18-19 fokot jelent, ezt télen-nyáron próbáljuk tartani, ez hála Istennek meg is, meg is ezek a klímagépek ezek a páratartalmat és egy ilyen 60%-on tartják. Körülbelül ez a szerveknek az ideális, ideális a működésük, a hosszú távú megbízható működésükhöz. Azt hiszem, úgy lehetne, hogyha ezt az analógiát tovább építeni, hogyha, hogyha erre gondoltál esetleg, hogy még a fizikai dokument esetében van egy könyvünk, ez úgy néz ki, hogy a könyv maga az a fizikai hordozó, ezt Tamás javíts ki, de igazából én ezt meg tudom feleltetni a, a hardveres adathordozónak, Így tehát ezeknek a ez jó adathordozónak. Jó, jó, példa. És a könyvnek maga a tartalma, az írás, ami benne van, az pedig megfelel magának a, a digitális tartalomnak, tehát hogyha határolt mondjuk... Határolt adatnak. Határolt adatnak kiadunk mondjuk elektronikus egy dokumentumot, az mondjuk egy egri csillagokat, most kiadnak digitálisan, egy elektronikus formában, az annak a tartalma az megfelel az egri csillagok 62-ben megjelent tartalmával. Nyilván a hordozó, a hordozó más, mert ugye az, az valahol egy, egy, egy meghajtón lesz eltárolva, míg a másik esetben ugye ott megvan egy könyv formája, és ami ennek a szépségét és a nehézségét is adja, hogy a digitális tartalmaknál, ez a kettő dolog, maga a, maga a hordozó és a hordozott tartalom, tehát az információ ami benne van, ez nem annyira egyértelműen szétválasztható, mert összecsúszik, mert ugye bárhol lehet, ugye azt nem látod, hogy hol van, neked egy megjelenítő felület az betölti, de hogy hol van, azt magát nem látod. És a két dolog mentén lehetne igazából megfogni, hogy mi a digitális megőrzés. Egyrészt maga a biztonsági mentés, és ennek a legmodernebb technológiával történő biztosítása, amiről a Tamás is beszélt, hogy ez hogyan változik, mondjuk a szalagos mentésről most egy újabbra. A másik része pedig az információnak a, a megőrzése. Ez alatt értem, hogy Ugye ez, ez megtörténik a fizikai hordozóknál is, tehát egy könyvet is, hogyha a kezünkbe veszünk, annak van egy címe, van egy szerzője, van egy megjelenéséve, van egy csomó olyan jellemzője, amit tudunk róluk, és ezt a könyvtárosok, ez gyakorlatilag már több száz vagy több ezer éve ezeket a tulajdonságaikat gyűjtik, rendszerezik, leírják, és ez alapján tudjuk megtalálni a könyvtárakban ezeket a könyveket. A digitális tartalmaknál pontosan ugyanaz a helyzet, tehát Ezeket a dokumentumokat leírják, rendszerezik, de plusz még olyan adatokat is hozzáírunk, ami a, a digitális tartalomnak a megőrzéséhez kell, tehát olyan adatokat csatolunk hozzá, amik egyébként az analóg fizikai dokumentumoknál ott esetleg a, a restaurátor és a könyvkötők birtokában vannak. Itt ezek a, a, a digitális megőrzés területén jelennek meg, mert nyilván itt fontosak és nyilván ezek teljesen eltörő adatok, viszont analógia szinten így működik a dolog, hogy a digitális megőrzési terület az egy ilyen ö, sok területet bekapcsoló terület, és a végén ö, pedig ezeket össz összegyűjti, a digitális ö, könyvvel kapcsolatos összes adatot összegyűjti, és metadatokat alkot belőle, vagy átveszi a metadatokat, és ezáltal teszi lehetővé a megőrzését. Hogyha ki akarom feltenni ezt a példát, Ugye ahhoz, hogy értsünk egy dokumentumot, ahhoz, ahhoz értenünk el a benne lévő jeleket, ezt nekünk valahogy dekódolnunk kell. Erre vannak a, a metaadatok, ami a, mi a tartalmunk által holdozott adatokból, a metaadatok segítségével információt készítünk. Ez a, a, ez maga a megőrzés, hogy, hogy ennek a képessége megvan, hogy megértsük a dokumentumot. Erre nekem van egy nagyon jó példám, hogy ez mi történik, hogyha az elmarad ez pedig a Fajsztaszi korong, ez az időszámításunk előtt 1500-ba készült, Krétán, aztán a műkéni kultúrának volt egy írásos emléke, egy, azt hiszem, egy anyagkorongon van, tökéletesen megmaradtak a kis piktogramok ezen a korongon, viszont a mai napig nem tudták megfejteni. Most miért jöttem ide, végignéztem, hogy milyen cikkek vannak erről, és minden évben van egy cikk, hogy megfejtették. Persze azóta se fejtették meg, most le is ellenőriztem a Wikipédián, hogy ez nincs megfejtve, de jól mutatja, hogy a, hogy az adatot, az gyakorlatilag több ezer éve meg tudjuk őrizni, de a, ami szintén nagy kívás, hogy információként tudjuk értelmezni ezt a Fájtószikorangot, azért nem értjük, mert nem raktuk mellé azt a, azt a feloldó készletet, amivel megérthetjük azt a nyelvet, amin íródott, és a, egy, a, a nemzeti könyvtárnak, amelyiknek ö, nyílt végű, határozatlan idejű megőrz, me, kell megőrizni a dokumentumokat, olyan adatokkal is, olyan metadatokkal is el kell látni a, a könyveinket, a digitális tartalmainkat, amik ezt a hosszú távú információnak az lehetőségét is biztosítják egy ilyen triviális példa, ha van egy szövegünk, és abban van egy szám, akkor én arra megmondhatom arról a, a arról a, a kettes számjegyről, hogy ez egy számjegy, és én ezt már adatként eltárlom, és a jövőbe ez biztosítja azt, hogy értsük is. Most nyilvánvalóan ö, ö, ez nem egy, ö, egy rövid távú probléma, mert a számokat ezt fel fogjuk ismerni, a magyar nyelvet is ismerni fogjuk, de mondjuk, hogyha van egy csendes óceáni kis közösség, aminek a nyelvét már csak pár százan beszélik, és ott oda egy elmegy, egy, egy néprajzkutató felveszi, akkor annak a megőrzésénél mindenképpen annak az adott nyelvnek a, a, szintaktikáját és a szemantikáját is mellékelni kell, mert lehet, hogy már csak pár évtizedig lesz, aki megértse ezt a nyelvet. Különböző rendszerekre is gondolom szükség van, hogy segítse a feldolgozóknak, a, a digitális megőrzőknek a munkáját például a legutolsó előadásában a premisz rendszerről beszéltél, ami tulajdonképpen egy ilyen szabványt jelent, ami, 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 segít a munkát. Mit jelent ebben a feldolgozásban a segítség? És akkor hagyjuk is a, a régi analógiát, hiszen teljesen másról van szó, mint a, a, fizikai könyvek esetében. Igen, igen, ez egy, ez egy másfajta, ez egy, ez egy szabvány, ami kifejezetten azokra a metaadatokra koncentrál, azokra a kritikus metaadatokra, amik, amik, segítik a, a azt, hogy egy, hogy egy digitális tartalom hosszú távon is érthető legyen, hozzáférhető legyen, renderelhető legyen. Ez, ez egy megőrzési szabvány, ami ezekre a kritikus meta adatokra koncentrál. Tehát itt lehet elhelyezni olyan adatokat, hogy például ami a dokumentumnak az előtörténetét rögzíti, hogy kitől érkezett, milyen, milyen formába, esetleg milyen. Ö, felhasználási és szerzői jogok tartoznak az adott műhöz, hogy ezt is tudjuk kezelni. Tehát ezek kifejezetten ezekre a kritikus metadatokra koncentrálnak, így lehetővé téve, hogy ezek is kvázi egy rendszerezett formában adatokként el tudjuk rakni a tartalom mellé. Mert ugye jelenleg úgy rakjuk el ezeket a digitális fájlokat, hogy mindig el, elrakjuk magát a, a bon digital, az eleve digitális anyagokat, és a digitalizált anyagokat, és mindig hozzárakjuk az értelmezésükhöz szükséges plusz metaadatokat, ami gyakorlatilag a, a könyvnek a, a rendszerzését tartalmazza, hogy benne vannak ezek a leíró metaadatok, amik a könyvnek a szerzőjéről, keretkezéséről árulkodnak, benne vannak azok a technikai metaadatok, amik pedig a, a digitális fájnak, vagy ennek az egésznek az életben tartását ö, biztosítják. Ezeket ö, mindig egybe csomagoljuk, tehát a magát a tartalmat, és a róluk szóló, a róluk szóló leíró, leíró, adatokat, mert adatokat, azokat mindig egy csomagba rakjuk el, hogy bármi történik, ezek ott legyenek mellettük. Ezt nemzetközi használja ezt a rendszert, a kitekentést, azt érdemesen nézni, hogyan ö, kapunk tapasztalatokat, mit lehet megtudni, ahol mások is ezzel foglalkoznak, lehetett adoptálni a mi világunkban. Hát nézd, igen, igen tehát ez nagyon, nagyon sokféleképpen előbb a világ. A digitális megőrzési terület be is egyébként a, az Egyesült Államok volt úttörő, az Egyesült Államok Library of Congress nevezetű gyakorlatilag nemzeti könyvtár funkcióban álló könyvtár az, aki már nagyon régóta több mint húsz éve foglalkozik ezzel a kérdéssel. Rengeteg, rengeteg, gyakorlatot el lehet tőlük tanulni, a nagy, nagy standardek is, nagy szabványok is hozzájuk kapcsolódnak, és aminek az az előnye, hogy rengeteg ezzel kapcsolatos előadás elméleti munka férhető hozzá, ami ennek a nehézségét adja, hogy, hogy eznek a megvalósítása az, az mindig, mindig intézményfüggő, ugye a Nemzeti Könyvtár a speciális helyzetéből adódóan egyedi gyűjtőköre van, tehát rá nem lehet ö, alkalmazni akár egy- akármilyen megoldás, neki mindig ö, saját magára kell szabnia, kidolgoznia a már létező megoldásokat. Tehát egy szabvány esetében, amit itt említettél, a Premis esetében is az a helyzet, hogy, az, hogy a Nemzeti Könyvtárnak meg kell néznie, hogy az ő állományának milyen ö, speciális adatigénye van, ami szükséges a megőrzéséhez, és ezt arra kell alkalmazni. De persze az nagy segítség, hogy ö, Ebbe a digitalizált világ vagy bármi hozzá hozzáférhető, a mesterséges és intelligencia is egyébként most egy, én egy pár napja kipróbáltam a chatgpt t hogy írjon nekem valamit a digitális megőrzés témájába, és, és egész, egész jó összefoglalást <laughs> adott. A hivatkozások azok nem stimeltek benne, de egyébként jól, tehát a netről jól össze tudta szedni az anyagokat. És pont a mesterség és intelligencia is egy olyan, mindenbe lehet használni természetesen a megőrzésbe is. Pont ezeknek a metaadatoknak az előállítása, a rendszerezés, az adatkinyerés, ami, ami, ami egyébként a, valószínűleg a, a egy könyvtári feldolgozási terület sok területén használható, így a megőrzésbe is gyakorlatilag segíthet az a folyamatok automatizálásában. Tehát elképesztő, a technológiai fejlődés régen azt gondoltuk, hogy CD-n tárolunk a zenéinket, Én. különböző Winchester-eink volt, 5 gigás Winchester, nagyon örültünk a 90-es években, hogy micsoda nagy tárhelyünk van és a, 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 a szoftverekre gondolunk, valamik már nem futnak, ilyen körülbelül emulátoroknak nevezik ezt, hogy régi programok. Most az informatika osztály hogyan tudja ezt az egészet segíteni? Úgy képzeljem el, hogy vannak 80-as, 90-es, 2000-es évekbeli technológiák, amik mintha egy ilyen múzeum lenne, és akkor ott, ha a matyék kapnak egy, akár egy digitális hagyatékot is lehet kapni, ugye? Kapnak egy, egy USB-t, kapnak egy CD-t, akkor ti az akkori technológiával rendelkeztek, és ezt, ezt tudjátok emulálni, nem tudom, jó kifejezése. Kifejezés, hogy, jó, igen. Ö, igazából, hogy tudják használni, tudják feldolgozni a kollégák. Nem minden esetben tudjuk ezt sajnos megoldani, mert igazából akkor a infantik kezdete óta minden, minden környezetből kellene megőriznünk nekünk is egy fizikai hardvert. Igyekszünk egyébként ezt valahogy megoldani de itt akartam is kapcsolni a Matyának az előzményéhez, hogy főleg egy olyan dokumentumnál, ami eleve digitálisan született annak idején már, mondjuk egy CD-n, voltak itt a könyvtárban, és ilyenek ezek a, ezek a kép, képnézeketős fóliójúos ö, alkalmazással létrehozott lemezek, ezek még ilyen doszos környezetben futottak. Hm. A legújabb operációs rendszerek ezeket nem, hogy nem, hogy nem futtatják, tiltják, hogy ezeket ne is lehessen használni, mert biztonsági kockázatot rejtenek. Igen, ilyen esetekre mondjuk még, még vannak olyan régi gépeink egy-kettő elrakva, ami ezt a, ezt a cd még, még tudja abba a 16 bites környezetbe futtatni, amire ez annak idején készült, de ahogy telik az idő és egy adott, adott korszak jobban tárolunk, ez egyre nehezebben lesz kivitelezhető. Amit említettél, az emuláció az, az bizonyos esetekben működik, de nagyon sok egyedi, egyedi ilyen digitális értékünk van a könyvtár, amit nem tudunk emulátorral futtatni, vagy olyan egyedi megoldással készült, vagy, vagy olyan ritka dologról van szó, hogy nem, nem általánosította, és nincs, nincs olyan forráskódja, vagy olyan hozzáférés, amivel ezt tudnánk futtatni. Ilyenkor, ilyenkor az, hogy akkor valami régi épet össze szedni valahonnan, akkor azt a környezetet megteremteni. Ez egyébként az otthoni felhasználásnál is egy érdekes terület, hogy, hogy azt, azt, amit kiírtam, azt a CD-t mondjuk 20-25 ha még működik, azt hogy fogom visszavasni egy, új, új egy újabb oprendszer, milyen képformátumot használtam, azt meg tudja jeleníteni egy új, újabb operációs rendszer, egy újabb gép, meg van -e a visszafelé kompatibilitás. Ahogy megyünk előre az időben, egyébként ez egyre nehezebb. Én azt szoktuk csinálni, ahol lehet, ez inkább fájlokra vonatkozik, hogy mindig olyan modernebb adathordozóra átmozgatjuk, x évente, -e hogy ezt a technika indokolja de komplett szoftverkörnyezeteknél, vagy komplett régebben készült programoknál, ott, ott, mindenképpen kell egy régebbi gépet beüzemelni. Most volt pont nem egy olyan megkeresés a, a PIM ből hogy hagyatékból kaptak egy olyan, olyan memóriakártyát, ami 90-es években készült ilyen kis PDA-hoz való, sehol nem működik, és ott nagyon, -nagyon sok körre telefonálás volt, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és, és volt nekem volt egy ismerősöm Pécsen, aki, aki ilyeneket gyűjt, és akkor őt hívtam, hogy ezt meg tudjuk -e oda, és mondta, hogy neki, milyen ilyenek egy és neki minden rendelkezéssel, neki ez nem probléma, és itt az OSK és a PM közösen nem tudta ezt a dolgot megoldani, ő meg Pécsen egy három percet lementette, megnyitotta, lementette, ami a, a, a kártyán található adattartalmat, hibátlanul megvolt egyébként, ez egy, ilyen, ez egy szélsőséges példa volt, de, de gyakran előfordulnak ilyen esetek, hogy, hogy nem csak maga az adathordozó van meg, hanem akkor, ami akkoriban volt hozzá azt is biztosítanunk kell, hogy egyáltalán vissza tudjuk nyerni azokat az adatokat, amit a adott adathordozó eltárol. Mint ezek a folyamatok működnek, és akkor a nálatok is az osztályon bejönnek ezek, akkor megoldjátok. A felhasználóknak foglalkoztak-e azzal, hogy esetleg valamiféle ajánlást adni, tehát valami olyasmi, segítséget, hogy otthon, aki rendszerezni akarja, akár a légi levelezését, vagy a régi képét de digitalizálja, hogy hogyan fusson neki, hogyan kezdje az egész munkát, ha, ha úgy akarja tényleg megőrizni, hogy száz év múlva is meglegyen. Ezt otthoni környezetben, egyébként pont most olvastam, hogy, hogy az Egyesült Államokban is csak a mag magánszemélyek 50%-a van, van biztonsági másolata. Én, én azt mondanám, hogy, hogy, egy, hogy egy otthoni felhasználásra ami, a, ami magát, magát, az érthetőségét érti, Tehát, ha elrakunk fájlokat, azt Tamás szerintem el fogja mondani, hogy ez, hogy ezt milyen formában, hardware szinten milyen formában a érdemes. Egyébként én a visszakereshetőségére, hogy értsük is, hogy mi van abban, megtaláljuk, tudjuk szervezni, el lehet látni, nyilván el tudjuk címkézni, erre vannak, vannak lehetőségét, én valami címkézést használnék, nem, nem úgy túl, de valami, valamilyen rendszerezés mindenképpen kell, mert soha nem fogja megtalálni azt, hogy tavaly karácsonykor milyen fényképeket készítettem a családi vacsorán, tehát valamilyen, valamilyen jelölést kell használnia, én valami egyszerűt javasolnék, a hardware részét, az, az pedig nekem az, a taváshoz fordulnék, hogy arra javasoljon valamit. Hát én mindenképpen annak a hív vagyok, hogy több helyre mentsünk, de a felhő az, az mindenki, felhő marad mindenki, szám, mindenki számára hozzáférhető. Mostanában szerintem emberi áram vagy akár ingyen is bizonyos szolgáltatási szinten a felhő. Én egy példányt tudom mindenképpen tennék, illetve azon, azon az eszközön, amin használom, számítógépen, laptopon, stb. ott legyen egy példány, illetve valamilyen olyan adathordozóra is mentenék, ami, amit el tudok tenni, kvázi a fiókba, és az, az mondjuk ott 20 év múlva is előveszem, az ott lesz, valószínűleg szóval nem megy tönkre. Itt most én magánszemélyként nagyon sok mindent kipróbáltam, érdekel is a, a dolog. Próbáltam szalagot is otthon. A szalag, amit az elején is mondtam, az, az, az macerás sajnos, tehát ott a speciális eszközök kellnek hozzá, az, az, az inkább tényleg egy nagyipari környezetben való a szalagot én azt, azt otthoni szinten azt nem ajánlom, vagy hát a drágossága és a, és a bonyolultsága miatt. Ami nekem bevált ö, hosszú távon az, a, az, az optikai adattárlást tehát CD-k, DVD-k, viszont ott van egy olyan fontos megkötés, saját tapasztalat, és olvastam is, hogy ilyen 5-6 évente írik ezeket a lemezeket újraírni mint egy CD-ről DVD-re, ugye ekkor eleve helyet is borlok, mert egy DVD sokkal több CD mennyiségét kapacitásban el tudja tárolni, de most ugye még rendelkezésre áll a Blu-ray, ami megint sokszoros egy DVD-nek, illetve ami nagyon izgalmas most, és én próbáltam és jókat olvastam, ez az M-Disk nevű technológia, ez egy ilyen speciális gyantával vonja be a lemezszögletét még pluszban, ami hát a gyártó szerint ezer, év, ezer évig biztosítja, hogy hozzáfér én ezt kicsit ilyen marketing túlzásnak érzem, de láttam én teszteket, hogy tényleg meg flexkorongozták, korongozták, folyékony nitrogénbe tették, és visszatudták olvasni a tényleg, tehát az hmm. stabil dolognak tűnik de én emberi léptékben azt mondom, hogy egy ilyen lemez mondjuk 40-50 évet kibír, egy belátható időtáv, akkor az, az már jó. Most ennyi, ennyi idővel néz a cd már például nem bírnak kenyit. Azok el szoktak fáradni. A CD-nek a gyártási technológiával van egy ilyen betegsége, úgymond, hogy így, úgy szoktam mondani, hogy a CD, ha sérülés érjön a felületet ez a gomba, ez reakcióba lép az alumíniummal, ezt úgy lehet látni, hogy a cének a felületeje bepöttyözödik, bepöttyöződik, mintha víz ment volna áll, úgy néz ki, és ezek a lemezek olvashatatlanok. Ez, ez viszont minden optikai lemeznek a rákfenéje, tehát ez előfordulhat bármilyen lemezzel, ha sérülés éri, illetve ha nagyon nagy nedvességnek van például, aki téve hosszú ideig, akkor, akkor szintén ezek sérülhetnek, torzulhatnak, és az optikai lemez az egy nagyon, nagyon érzékeny adattárló szintén ha egyszer sérül, vagy valami van, akkor a visszavashatóság az jelentősen csökkent, tehát akkor már lehet, hogy az adatainktól a búcsút mondhatunk. Ezen kívül van még, ugye, amit te is említett, egy Winchester mentsünk. Ez egy jó megoldásnak tartom, de a Winchester is olyan, hogy mozgalkat részek vannak benne, mert motor van benne, ez, az hmm. olyan dolog, hogy ez semmi azért eltenni. 15 évekre is nem hozzájön, és sajnos, hogy az elektronika vagy valamelyik kis alkatrész felmondja a szolgáltatást, és nem tud visszavasni. Aki ilyen terhelyre ment, én annak azt javasolnám, hogy egy szintén egy évente, két évente egyszer dugja fel a gépre, indítsa be, meg a motort, alassa vissza róla az adatokat, hogy tényleg működik-e, magának a kis szerkezetnek is jót tesz, ha meg van járat, hanem tényleg évekig ott mozdatlanul van a fiókunkba, de jó megoldásnak tartom, szintén ugye most már ár nagyon jó diszkeket lehet kapni, még több terabájtos nagyságrendűek, és viszonylag stabil és megbízható adattállást valósítanak meg, és akkor még szóba került otthoni felhasználás szintjén ugye a pendrive-ok, -ok, a pendrive-ot én nem tartom olyan jó hosszú távú megőrző adathordozónak. Na, nincsenek is laptopokon ilyen bedugók. <laughs> igen, igen, igen. A pendrive meg az a helyzet, hogy idő után ő a technológia elfelejti az adattartalmát. két kimenete van ennek. A jobbik eset az, amikor elfelejt egy ilyen, ilyen szilíciumvezető, hogy ami utoljára rajta volt, az csak olvasható meg megmarad rajta, tehát nem veszik el a rosszabbik kimenet, hogy szétesik az egész, egész fejrendszer benne, és akkor viszont kvázi elfelejtünk mindent, akkor szinte az adatokat bukjuk. Úgyhogy a pendrive ot inkább a napi használatra javaslom, hogy fájlokat egy-két gép között átvinni, elvinni egy előadásra valami, de semmiképpen sem a hosszú táv a alapillére a pendrive. Igen, ez, ez, ez nekem is nagyon hasznos tapasztalat most, mert én például a fotókat mostanában, hogyha van a van az ovi egy egy fotózása a gyerekről, ott a fotósok mindig, mindig pendrive-on adják át, és nem is gyűlnek a pendrive-ok, -ok, és én is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy vajon ez mennyire lesz jó, meg hogy az a könnyebbség meg, hogy microphone Prandai van, az ott van, látok én egy címkét, de hogy igen, ebbe látok egy veszélyt, hogy nagyon ráálltunk erre a is, és, és Tomás is mondja, tehát az igen, tehát ezek, ezeknek a, az átmentését biztosítani kéne, mert, mert, mert nálam is otthon növekszik a pendrive szám, és nincsen soha leöntve, tehát ez örömnek, nem maga, nekem magamnak is gondoskodnom kell, mert akkor, ahogy Tamás elmondta, ez nem egy, nem egy biztonságos mentés igen, ebből a formában. Illetve, bocsánat, hogy még ugye, ugye a pendrive legtöbbsége USB-féletet használ, most amilyen, váltások lementek az elmúlt időszakban, mini USB, micro USB, USB-C, szabályok is változnak, most átalakítókat szerezni, rádugni a gépre, ez egy hosszú is macera, hogy a technológia változik, lehet, hogy egy tíz év múlva létrejövő új, új gépben, mert nem lesz ilyen csatlakozás, akkor hova a pendrive-ot megint megint ugyanabba a, a esünk bele, illetve a pendrive téma azt technológiák, a memóriakártyák ugyanezt a technológiát használják, tehát szintén napi adat nagyon jó, de én memóriakártyát sem javasolnék hosszú távon elrakni, és megőrizni, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint a pendrive, hogy idő után elfáradnak benne az elektromos töltések, és vagy visszaolvashatatlan lesz vagy szerencsésedben megmaradnak rajta azok az adatok, amik utoljára rajta voltak. A lényeg, hogy menjen a felhőbe is, és, és a fizikai tárolót így 5-6 évente pörgessük át, nézzük át, és ne tegyük ki a napra, és ne igen, igen. pincébe tároljuk, igen, akkor nagyobb esélyünk lesz a digitális megőrzésre. A könyvtárő megőrzésnél említettem a ChatGPT-t, ami, ami egy mesterséges intelligenciát használva lehet beszélgetni egy, egy robottal. Itt a mesterséges intelligencia ti munkátokban felgyorsíthatja a feldolgozást, miben segíthet. Abszolút, tehát hogy a, a ezt itt beszéltük, hogy egy ex exponenciálisan növek, növekszik az adott mennyiség, amit, 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 el kell mentenünk, de közben exponenciálisan növekszik a felhasználóknak a, az elvárása azzal a kapcsolatban, hogy minél pontosabb, minél jobb találatokat kapjanak a keresésükre. Hát nyilván ez, ez, ez vonatkozik ránk is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nekünk olyan nagy mennyiség és olyan minőségű metaadatot kell kivonni a dokumentumokból, amit aztán rendszerezünk, hogy találkozzon ezzel a felhasználó elvárással, hogy ő most, ha, ha, ha az olvasó keres valamilyen minél minél mondjuk úgy, hogy minél kevesebb erőfeszítéssel minél pontosabb találatot kapjon. Ez tipikusan egy, egy, egy könyvtáros munka, és erre például a jövőben lehet, lehet használni a mesterséges intelligenciát, abba a hogy elő tudja, ki tudja vonni a, azokat a, a meta adatokat, azokat az adatokat abból a, abból a digitális tartalomban, amit, amit, amit kezelünk, és gyakorlatilag ezzel mondjuk úgy, hogy előre dolgozik, a könyvtáros kezel dolgozik, hiszen kivette ezt az lehet, hogy valamilyen szinten rendszerezte, és utána neki már a, könyvtárosnak ezzel sokkal könnyebb, könnyebb dolga lehet. Nem, mi, 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 még a megőrzésben nem használjuk ezt, de valószínűleg ez a, ez a jövője, mint ahogy számos más területen is a, a metaadatok kivonásába egy, egy, kifejezetten. Én abban abba látok esélyt, hogy ez, hogy ez egyébként a nem túl távol jövőbe, akár a nemzeti könyvtárba is egy eszköz lehet egy hogy 22-ben alakult meg maga a digitális megőrzés osztályilag, megőrzés környezet, szolgáltatási környezet, sokféle dologról kell, sokféle dologgal kell foglalkozni, hol tart most ez a munka, és, és hol, hol fog tartani szerinted egy pár év múlva. Ugye jelenleg most ott tartunk, hogy van az OSK-nak azt hiszem már voltak egy korábbi beszélgetésben a digitalizáló központnak is a munkatársai, tehát van egy hatalmas digitalizáló központunk, hatalmas éves teljesítménye van digitalizálás tekintetében. Most jelenleg arra fókuszálunk, hogy ezt a digitalizálási teljesítményt, amit nyújt a, a digitalizáló központ, ezt tudjuk követni a megőrzésbe is, ez alatt értem, hogyha mondjuk havonta egy millió oldalt elkészít a digitális előközpont, nekem és a digitális megőrzésteinek az a célja, hogy ezt az egy millió oldalt el is tudja menteni jelen időben most még nem tartunk itt, de ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és minél kevesebb hátrányunk legyen a jövőben, amit le kell dolgozni. Ez az egyik célunk, a másik célunk pedig az, hogy kiépítsünk egy olyan nemzetközileg elfogadott szabványos működést, amivel itt a régióban gyakorlatilag egy, egy nagyon magas szintű megőrzést, szabványos megőrzést tudunk megvalósítani, és ami lehetővé teszi, hogy tényleg időtől függetlenül biztosítsuk a magyar a Nemzeti Könyvtárban lévő digitális állom, állományoknak a megőrzését. Sok sikert kívánok ez a munkához. Rényi Mátyás Attila és Sirla Tamással beszélgettem. Solymosi Ákos segítette a munkánkat, ez volt a 14. csevé. Én Tóth Péter vagyok, a webes tartalompakolója a könyvtárnak. Köszönjük a figyelmen. Köszönjük. Köszönjük.